Kedves nézőink, a keddi képviselőtestületi ülés után sajtótájékoztatót tartott a Fidesz, melynek témája a polgármesteri jutalma volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntjük Önöket a Fidesz ajkai szervezetének sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatón Fülöp Zoltán a Fidesz elnöke és jó magam Ravasz Tibor a Fidesz alelnöke tartja. A mai sajtótájékoztatónk témája Schwarz Béla ajkai polgármester jutalmának kérdése. Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Veszprém megyei egyik vezető napilap hasábjain megírtak alapján felmérés készült arról, hogy Veszprém megyében az önkormányzati vezetők legyenek azok polgármesterek, képviselők milyen díjazásért, és a díjazásokon túl pedig milyen javadalmazásokért, milyen jutalmakért végzik a munkájukat. Ebben az összefoglalóban megjelent egyértelműen, hogy Veszprém megyében rengeteg polgármester társadalmi munkában végzi a tevékenységét, illetve hogyha tiszteletdíjat vesz fel, akkor attól nagyon óckodik, hogy jutalommal jutalmazza magát akár évvégén, akár évközben. Ez alól egész Veszprém megyében 2015-ben egyetlen egy ember kivétel, Schwarz Béla, ajkai polgármester, aki az idén két alkalommal összességében véve 4 millió forint bruttó jutalmat vett föl a tiszteletdíja mellett. Mivel a tiszteletdíja a polgármesternek a maximális kiszabható tiszteletdíj, ezért alapvetően etikátlannak tartjuk, hogy a legmagasabb fizetési kategória felett még jutalmat vegyen föl. Másrészt pedig, mivel az MSZP országos és megyei politikusai hangoztatják, hogy a mai időszakban rengeteg gyermek éhezik Magyarországon, amiről tudjuk természetesen, hogy nem így van. Ezért egy ilyen helyzetben úgy gondoljuk, hogy minimum a polgármesternek ezt a javadalmazását fel kellene, hogy ajánlja a jótékonysági célra, ha egyszer fölveszi, de hát az lenne a legtisztességesebb, hogyha átgondolná ezt a kérdést és visszafizetné a jutalmát. Ezzel kapcsolatban néhány gondolatot még megoszt Önökkel, Fülöp Zoltán elnök úr is, parancsolj Zoltán. Köszönöm szépen, tiszteltel köszöntöm a sajtó képviselőit és a televízió nézőit. Talán képviselőtársamat azzal egészíteném ki, hogy a Ajka város költségvetése az folyamatosan ugye hiánnyal küszködik. 960 millió forint az a működési hiány, amelyet le kell küzdenie a városnak minden évben, és a 2016-os évi koncepció is arról fog szólni, hogy hitelfelvétellel lehet az egyensúlyt megtartani. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan apropója a dolognak, hogy amellett, hogy etikátlan egy ilyen mértékű jutalomfelvétel, amellett a költségvetés sem terhelhető ilyen szinten, hogy több millió forintot fizessen ki a polgármester úrnak. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezt a pénzt, amennyiben már a polgármester úr felvette, akkor használja fel és jótékonykodjon. Itt van előttünk a karácsony, keresse meg annak lehetőségét, hogy milyen módon tudna segíteni az Ajkán élő rászorult családokon, gyerekeken. Itt talán meg kell említenünk azt is, hogy azok a munkálatok, amelyek a városban folynak, természetesen hagynak némi kívánivalót maguk után. Csak egyetlen dologról beszéljünk, amit mindeddig a sajtónyilvánosság elé nem tártunk, hiszen nem az indulatok felkorbácsolása a cél, hanem a tényszerű tájékoztatás. Itt van Ajka város sport létesítményei között a városi strand és uszoda kérdése. Pontosan látják az ajkaiak, hogy egy jelentős felújítás történik a strand vonatkozásában, amelyet teljes mértékben támogatott a Fidesz-KDNP frakció és a Fidesz politika és a Fidesz felső vezetése is, hiszen anélkül a pályázati pénzek elnyerése nem lett volna biztosított. Közel 1 milliárd forintért megújul az úszoda, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ennek a végső stádiuma 2015. szeptemberére lett tervezve. Most 2015. december 8-án látjuk és pontosan tudjuk, hogy ennek a megvalósulása még ez év végére sem történik meg. Nagy valószínűséggel a szakemberek megnyilatkozása úgy történik, hogy 2016 első negyedévében valamikor befejeződik ez a beruházás. Azt hiszem, hogy egy ekkora csúszás, az nem hiszem, hogy túl sikeresnek mondható. Teljesen fel volt készülve a város arra, hogy ez a beruházás elinduljon, ezek a munkálatok menjenek, és nem értjük, hogy mi az oka annak, hogy egy közel 1 milliárdos munkánál 6 hónapos csúszással lehet befejezni ezt a tevékenységet. Különösen azért is fontos ez,
hiszen a városban élő diákok jelentős része iskolai úszásoktatáson vesz részt, illetve venne részt. Ez a jelen pillanatban működtető Klebersberg intézménynek több millió forintos pluszköltséget jelent, illetve a gyerekeknek és a szülőknek rettentő nagy kellemetlenséget abban az értelemben, hogy a gyerekeket busszal kell szállítani a környező településekre, városokra, hogy az úszásoktatás megtörténjen. Nem hiszem, hogy hibátlannak mondható a város 2015 éves működése, mindazok mellett, amit itt elmondtam és felsoroltam, és ennek mentén csak csatlakozni tudok a Ravasz képviselő társam által elmondottakhoz, hogy nem volt időszerű és etikus a polgármester úr több millió forintos jutalmának a felvétele. Köszönöm, hogy meghallgattak. A sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban az önkormányzat szocialista frakciója közleményt bocsátott ki a következő tartalommal. A Fidesz ajkai szervezete Élükön Ravasz Tiborral és Fülöp Zoltánnal nem először foglalkoznak Schwarz Béla polgármester fizetésével és jutalmával. Ajka polgármestere hasonlóan az ország többségében fideszes polgármesteréhez, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kap fizetést és jutalmat. A polgármesterek jutalmát mindig egy adott időszak teljesítménye alapján a testületek határozzák meg. Schwarz Béla eddigi munkáját, ami a város fejlődésében látható és tapasztalható, a testület többsége kiválónak értékelte. Etikátlan azon fideszes vezetők szájából a polgármester személyének a támadása, akik már korábbi nyilatkozatukban elismerték a városvezető munkáját. Etikátlan azért is, mert úgy látszik, hogy helyi szinten is el akarják terelni a figyelmet az országosan súlyos problémákról. A földmutyiról, a trafikmutyiról, az intézményesített korrupcióról, a drasztikus kivándorlásról, a szociális és egészségügyi ágazat súlyos helyzetéről, és sajnos hosszan sorolhatnánk tovább. Ajka város önkormányzata szocialista frakciójának közleménye azzal zárul, hogy a város költségvetéséről elmondottak a Fidesz frakció nagyfokú tájékozatlanságára utalnak. Az MSZP frakció továbbra is elsőrendű feladatának tekinti a város gyarapodását és polgárai életminőségének a javítását.